Köszönöm szépen, hogy eljöttek erre a példamutatóra. Én Bálint Judit vagyok, a Klubrádió közéleti szerkesztője, és ebben a titulusomban Szentpéteri Nagy Richárdnak a kollégája is. A Richárd nagyon izgult, hogy nem lesz itt senki, és azért örülök, hogy ilyen sokan eljöttek. A három könyvet fognak most megismerni. Ez a három könyv közül csak az egyik új, az utolsó a Mérv című könyv, de az előtte lévő kettőnek, a Vértnek és a Vércnek sem volt még tisztességes könyv bemutatója, ezért gondoltuk úgy, hogy akkor legyen most ez a három könyv egyszerre bemutatva. Richárdnak a munkáiról én nem tudom, hogy mennyit tudnak, én azért elmesélem azt, hogy mi hogy beszéltünk életünkben először. Én riporter voltam a Klubrádióban, és olyan 10-12 évvel már nem tudom pontosan, interjút szerettem volna kérni a jogtudós úrtól, hiszen nem, a témára sem emlékszem. Felhívtam, hogy egy 5 perces interjúra legyen kedves álljon a rendelkezésünkre. Ő telefonon keresztül kapott le a 10 körmömből, hogy 5 perc alatt jogi kérdésekben egyrészt hogy gondolom, másrészt meg úgyis megvágom, és akkor pont nem azt fog elhangozni az adásban, amit ő szeretett volna elmondani, és 5 perc alatt amúgy se lehet alapos az ember. Így a következőben megtudják, hogy milyen alapos is Szentpéteri Nagy Richárd, hogy a három könyvet írt az elmúlt 3 évben, és erről fognak most mindjárt hallani. Kezdjük szerintem az elsővel, ami 2017-ben jelent meg. Az a cím, hogy Bérc, és mielőtt Bozóki András bemutatja ezt a könyvet, Hagen Inge fog felolvasni belőle egy részletet. A mi urunk rövid földi életében tudtunk, hogy soha nem írt le egy sort sem. János evangéliuma is csak arról számol be, hogy az ember fia egy alkalommal valamit írt a földre, majd kimondta az írás egy fontos mondatát, aztán újból a földre írt, vagy rajzolt valamit, de senki sem tudja, hogy mit. Jellemző és csodálatos kép, amely ezen evangélium 8. fejezetének 6. és 8. versében tárul elénk. A megváltó írásban nyilvánul meg, de nem a világ számára. A mi számunkra szóban közölte mondani valóját. Tanítása előszavaiban, tetteiben és tanúságaiban van, egész életében, halálában és feltámadásában, melyben maga az örökké való nyilatkozott ki nekünk. Ugyanakkor mindazt, amit az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről tudunk, az írásból tudjuk. Írásból, melyet sugalmazásra írtak emberek. Minden, mi erről az írásról szól, üdvös és hasznos lehet. Minden, mi másról szól, legfeljebb könyv lábjegyzeteként értelmezhető. Minden, mi távol visz a könyv világától, kárhozatos és káros. Közéletről és közjogról írni önmagában is kétes, kétséges és bizonytalan vállalkozás. A világi írás általában nem nemes tevékenység, a legtöbb esetben ördögi, öncélú és önző munka, amely szerzőjének emlékezetét hivatott szolgálni, nem az örök dicsőséget. Ha valaki összegyűjti és kötetbe zárja eredetileg is egy kötet tervével született egykori írásait, a magamutogatás szándékos hibájába esik. Ezt a vétket követtem el én. Fohászkodom az éghez, hogy a könyvet, mely alá következik, ne rója fel bűnömül, és ha majd időm letelik, ne emlékezzék meg róla. Bocsánatot kérek. Hagen Imrének köszönjük szépen. Bozóki Andrásnak átadnám a szót, ő egy kicsit többet fog mondani erről a könyvről, ebből nem biztos, hogy kiderült, hogy ez a könyv miről szól. Köszönöm szépen, jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. Életemben először veszek részt egy olyan könyvbemutatón, amikor egy szerző nem egy könyvét mutatjuk be, hanem rögtön 3-at is, méghozzá egy sorozat részeként, 2017, 18 és 19, és hát a Bérc, a Vért és a Mérv, ez számomra még megfejtésre szorul, hogy miért pont ez a három cím, a három kötetnek a jelzése, de biztos van oka, szereti a szerző a rövid címeket, és amelyet egy alcím egészít ki, és szereti a könyvet struktúrálni, megfelelő tételekbe fogalmazni, és 100 tételből áll rögtön az első könyv, amelyet a gyanútlan olvasó még akkor nem sejtette, hogy két további másik könyv fog követni. Nem kell szerencsére bemutatnom az előszót, mert az most az előbb elhangzott. Tulajdonképpen itt egy középkori hagyományt elevenít fel a szerző, de mindjárt korrigálni fog engem, hogyha tévedek, amikor is a festők, hát igazából kik is ők, kik a szerzők, kik a festők, nem tartották fontosnak a maguk személyét, hanem a művet tartották fontosnak, és ezért csak a kezdőbetűiket írták oda, így van, hogy MS Mester például
vagy mások, amelyet aztán a reneszánsz változtatott meg. Tehát a mű fontos, és nem a szerző, és a szerző tulajdonképpen ebbe a világba helyezkedik vissza az előszó által, szinte bocsánatot, sőt nem szinte, hanem valójában is bocsánatot kérve a művéért. Nekem 20. 21. századi embernek fura ez a felütés. Már olyan, mintha a mi atyánkot mondaná el a bevezetés helyett. De bizonyára ez a funkció, amelyet egyébként az utószóban lezár, tehát ennek is van egy funkciója és keretes szerkezete, ez arra mutat rá, hogy az a fajta szerénység, amelyik a magyarországi politikai elemzőkből sajnálatos módon hiányzik, az ő esetében megvan. Ez a szerénység azonban nem akadályozza meg a szerzőt abban, hogy rendkívül élvezetes legyen, kimondottan jó stílusban, jelzőkkel gazdagon átszőve, kimondottan derűséget okozva, humorral szövi a mondandóját, miközben olyan a mondandó, ami nem feltétlenül kapja el rögtön az egyszerű állampolgár figyelmét, nevezetesen az alkotmányozás. A régi alkotmány, már pedig a 89-es, illetve a 2012. január 1-i hatályban lévő alaptörvény. Erről a kettőről van tulajdonképpen szó, és amikor a könyv elkezdődik, és a szerző rendkívül szellemesen, pontosan kifogásolja, kritizálja, elemzi a régi alkotmányt, mondván, hogy szófordulataiban átveszi még a 49-es alkotmány egyes elemeit, habár tartalmilag nem, de stilisztikailag nagyon is hasonlít hozzá. Tehát tulajdonképpen iszonyú kritikus a 89-es alkotmánnyal, mondván, hogy hát ezt amúgy is a preambulumban benne van, csak egy átmeneti időre alkották a kerekasztal résztvevői, illetve hát a MSZPV változó MSZNP résztvevői, és hát ezért a legfontosabb dolga lett volna az elsőre vagy másodszorra összeülő országgyűlésnek megváltoztatni ezt az alkotmányt, és végleges alkotmányt megalkotni. Ez teljesen jogos, és talán az akkori alkotmány csinálóinak vagy alkotóinak a mentségére azt tudom mondani, hogy ők maguk is azt hitték, hogy majd lesz egy végleges alkotmány záros határidőn belül. Ugye Lengyelországban 90-ben hoztak egy kis alkotmányt, nem egy ennyire teljeset, nem egy teljesen átírtat, hanem egy kicsit, és 92-ben megcsinálták a végleges alkotmányt. Úgyhogy más országokban meg lehetett ezt tenni, legalábbis itt Kelet-Közép-Európában, hogy ez nálunk miért nem született meg, erre talán választ is ad a könyv, választ ad arra, hogy az a rendszer, ami kialakult, az végül is a gyakorlat működtette, és nem azok az elvek, amelyek egyébként önellentmondóan a régi alkotmányban benne voltak. Visszapillantva 2020 januárjából, kicsit keménynek érzi az ember, ahogy a szerző ostorozza a régi alkotmányt, pláne az úgynevezett alaptörvény tükrében, de kétségkívül számos kollégám, a jogi karon is, például Fleck Zoltán, aki nem annyira a jogalkotást, hanem a jogalkalmazást, bíróságokat vizsgálta, nagyon komoly kritikát fogalmazott meg már a 2000-es években a bíróságok működésével, a bíróságok felügyeletével kapcsolatban, bírósági reformot sürgetett, majd aztán 2011-12 után hirtelen elhalkult, hiszen egy teljesen új helyzet állt elő. Ha azt kritizáltuk, akkor mit mondjunk erre? Tehát egy ilyen lehetetlen helyzetbe került az, aki a magyar közjoggal, alkotmányjoggal, bíróságokkal, jogalkalmazással, jogszociológiával foglalkozik. Amikor az ember úgy gondolja, hogy ennél rosszabb nem jöhet, akkor hirtelen valami teljesen más jön. És ami még nagyon érdekes a könyvben, hogy a szerző amellett, hogy éles kritikával illeti a régi alkotmányt,
amellett meg is mondja, hogy új alkotmányra van szükség, mert hogy ez így nem fog tovább menni. Az, hogy tovább ment mostanáig, legalábbis 2010-ig, az annak köszönhető, hogy a szereplők nem vették komolyan. A gyakorlat eltért az elvektől, és ez valójában, mint lazán megjegyzi a szerző, senkit sem zavart, kivéve őt, aki a konzisztencia embere. A konzisztencia embere, de ugyanakkor egy nagyon érdekes alapállásból. Ugye itt rögtön a fülszövegben az elején azt olvassuk, hogy iskoláit 10 országban végezte. Ami nyilván igaz, én nem számoltam utána, én csak egy országban találkoztam vele Magyarországon kívül, de tudom, hogy Szlovéniában is volt, meg mindenütt fölbukkant. 98-ban a University of Londonban meghívtak egy előadásra, és ott volt ő is, és ott ismerkedtünk össze. Tehát mi először Londonban találkoztunk, és hát a fülszövegben folytatja aztán a szerző, aki azt mondja, hogy jelenleg Budapesten él. Tehát vigyázzunk, lehet, hogy a könyvbemutató végéig még itt lesz, de aztán ki tudja, merre libben tovább. Tehát ez is egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen bájos kontextust ad a könyvnek, hogy kicsit olyan, mint a Montesquieu, aki a perzsa leveleket írja, hogy hol ebbe az országban van, hol a másikba, leírja a perzsia rendszerét, üzen a nyugat-európaiaknak, az otthon maradottaknak, átértelmezi az ottani jogrendszert, a jogok szellemét. Tehát, hogy van egy ilyen kellemes lebegés, tehát, hogy minthogyha egy átutazó, egy nagy műveltségű nyugati átutazó vetne egy pillantást 3 év termésében Magyarországra, és azt mondaná, hogy hát, amint azt ő mondja is nagyon sokszor a fejezetek elején, hogy Magyarország egy nagyon különleges ország. Más országokban a jogrendszer vagy így működik, vagy úgy, de nálunk ez a diszkrepancia a jellemző, a formális intézmények és az informális szabályok közötti ellentmondás feszültség, amelyik normális országokban idegesíteni az embereket, a jogalkotókat, a politikusokat, a közjogi szereplőket. Magyarországon úgy tűnik, hogy ez nem idegesít senkit, hiszen valahogy okosban meg lehet oldani a dolgokat, az alkotmány működtetését is. Tehát azt gondolom, hogy a könyv nagyon szellemes, nagyon, nagyon hiánypótló, és amellett, hogy egy rendkívüli kitekintéssel és tájékozottsággal rendelkező szerző írta, azért az érték preferenciák is kirajzolódnak belőle, hiszen egy pár helyen elejti azt, hogy az se biztos, hogy kellene írott alkotmány, azt is egy releváns véleménynek tartja, hogy nem kell. Tehát egy igazi, klasszikus, angol száz konzervatív, liberális konzervatív álláspont jelenik meg, amely fájlalva, miközben kitér a magyar konzervativizmus sanyarú sorsára, fájlalva említi meg azt, hogy hát a magyar jobboldal az a nacionalizmus, a populizmus, a radikalizmus, az etnocentrizmus felé csúszott el, a baloldal másik irányba, tehát pont amit ő keres, az nem található ebben az országban. Tehát sajnos, bár azt mondtam többször is, és ezt tartom, hogy rendkívül élvezetes olvasmányról van szó, mégis a frusztráció dokumentuma is ez egyúttal, amelyben azért nem különbözik olyan sokunktól, hiszen akik az utóbbi 15-20 évben itt írtunk a magyar politikai rendszerről, azért ez a frusztráció átitatja a munkánkat. Hogy például mik derülnek ki, csak a minap olvastam Kozák Márton tanulmányában, hogy ugye én aztán tényleg elég sokat foglalkoztam a 89-es alkotmányozással, kollégáimmal kiadtuk a 8 kötetben a kerekasztaltárgyalások, nemzeti kerekasztal, ellenzéki kerekasztal tárgyalások jegyzőkönyveit, elemzésekkel, stb. És erre kiderül, hogy hát igen, valóban volt egy megegyezés, de hát az MSZP frakció nem akarta megszavazni ezt október 2019. október 19-én a parlamentben. És akkor volt egy válságtamáskozás, amelyen Németh Miklós, Antall József és Tölgyesi Péter vett részt, és mivel a
választójogi törvényt egyedül Törgyesi Péter értette akkor az országban, ezért ő ott elkezdett ezzel egy kicsit sapkozni, és ahogy ezt el is mondta az ötvös csoport egyik ülésén, hát nem akarták megszavazni a parlament tagjai, mert hogy féltek nagyon a túlzott listás elemtől. És ezért eltolta a Péter az egyéni kerületek felé egy picit a rendszert, 24-jel több egyéni kerületi körzet vagy mandátum került így kiosztásra, részben a nemzetiségi képviselők helyére, részben pedig máshonnan áttéve országos listáról. Tehát a viszonylag, nem mondom, hogy arányos volt az, amiben a kerekasztalnál megegyeztek, de azért jóval aránytalanabb lett 1989. október 19-ig után, ezt megszavazták, és ez lett Magyarországon a választási törvény, és Kozák Márton számításai szerint az MSZP kétharmada sem lett volna meg 94-ben, és a Fidesz kétharmada sem lett volna meg 2010-ben, ha ez a pici átrendezés nem következik be azon a hajnalon, vagy azon az éjszakán, amikor Magyarországon egy vagy két ember a választási törvény fölé hajolva átrendezte a saktáblát. Ezt csak zárójelben mondom, annak alátámasztásául, amit a Richard végigír, hogy ez egy nagyon különleges ország. Itt előfordul, hogy egy párt delegátusa önhatalmulag megváltoztatja az alkotmányt. Előfordulhat, hogy ezt a többiek nem veszik észre, vagy csak egy picit észreveszik, de aztán már az SZDSZ-MDF 90-es áprilisi megállapodásba, ahol ugye a kétharmados törvények nagy számát megritkították helyesen, ott már ezt nem korrigálták vissza. Tehát, hogy annyi esetlegesség, véletlen, ügyetlenség, kétbalkezesség kísérte, ami már-már bájos, már-már érdekes, de hosszú távon, hát hogy mondjam, negatív következményei lettek. A kötet második része a 2010 utáni időszakról szól, de 15-ben le is zárul a vizsgálódás. Különböző nagyrészt alkotmányjogi elemzések, nagyon érdekes, ilyen szaggatott, staccatós ritmusban, lényegében másfél-két oldalban egy-egy fogalom kielemzése, érdekes címek, amelyeket egybe is lehet olvasni akár. Tehát számos titkot rejteget a kötet, de hát azt egyértelműen kimondja, mert vannak benne interjúk is, hogy a 2012-ben elfogadott alaptörvényt is meg kell változtatni, hogyha jogállamot szeretnénk. Tehát így látja ezt Szentpéteri Nagy Richard, én nagyrészt egyetértek vele. Ennyire mikroszkópikusan én nem foglalkoztam, nagyon érdekes, teljesen új meglátásokat tartalmaz. A fogalom elemzése, a politológiai elemzésekbe is belemegy, de az csak inkább szőrmentén. Ott csak egy finom oldalvágást tesz a magyar politológusok felé, hogy hát a fiataloknak azt ajánlja, hogy inkább külföldön folytassanak politológiai tanulmányokat, és ne a magyar politológusok műveit olvassák. Ezt én nem vettem magamra, mert a kontextusból kiderül, hogy inkább a média politológusokra gondol, akik a napi renddel foglalkoznak, a kommunikációval, meg ilyesmivel. Tehát a munkának több rétege van, kezdve a egészen érdekes ilyen középkorias bevezetőtől és befejezéstől, az angol irodalomból kiemelt idézetekig, az angol szász jogi kultúra átültetésének a problémái, még a kontinentális jogrendszer is az ő értékrendjében azért másodlagos az angol szász jogrendszerhez képest, tehát nagyon ritka, érdekes fejtegetés, és hát mindenkinek nagyon ajánlom, és kíváncsi leszek, hogy mi van a másik két kötetben, amelyeket nem olvastam még. Köszönöm. Bozóki Andrásnak köszönjük szépen. Egy apró bejegyzésként azért elmondanám, hogy Richardnak, hogy nem erészei ellibbeni Budapestről, mert csütörtök este 7-kor, akkor nekünk zenélnünk kellene. Jelenleg Budapesten él, ez megnyugtató egyelőre. Tehát amiről hallottak most, ez a 2017-ben megjelent Bérc című kötet, és a következő, amit be szeretnénk önöknek mutatni, ez a 2018-ban megjelent Vért című könyv, amiről most Hagen Imre ismét felolvas egy részletet.
A mi Urunk életével, halálával és feltámadásával az egész emberiséget felszabadította a halál igája alól. Az egyes embereken is látványosan segített. Egyetlen esetet ismerünk, amikor első szava a megtagadás volt. Egy kánoáni, vagyis kánoánita, azaz hellén, vagy hagyományos fordításban pogányasszony kérte tőle, hogy gyógyítsa meg távol lévő leányát. Ő azonban elutasította a kérést. Nem küldettem, csak az Izrael házának elveszett juhaihoz, mondta. Erre az asszony a vacsora asztalról a kutyáknak lehulló morzsákra utalva fejezte ki mély hitét, és ezzel a tanítványok előtt is példával szolgált. Így természetesen meggyógyult a lánya, miként később a ma kafarnaumi százados szolgája is, akitől az imát tanultuk. Nem vagyok méltó, hogy az hajlékomba jöjj. Az első jelenetet Máté evangéliuma beszéli el a 15. fejezetben, a 22-től a 28. versig. És hasonlóképpen írja le az eseményt Márk evangéliuma is, a 7. fejezet 26. és 30. verse között. A római tiszt történetét pedig ugyancsak Máténál olvassuk, a 8. fejezet 5. versétől kezdődően a 13-ig, a 10. vers megváltói mondatával együtt. Bizony mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet senkinél. De hogy az evangélium az összes nemzetnek örömhírré válhatott, mert valamennyiünknek szól, az további ismert verseken alapszik. Minden szóért legyen hála. Ez a könyv nem a hitet terjeszti, hanem a szerző önhitségét, és nem a farizeusoknak, hanem a politika tudósi, közjogászi közösségnek beszél. De talán az írástudók körén túlra is eljut. A Vért című kötetet Csink Lorent alkotmányjogász fogja bemutatni mindjárt. Jó estét kívánok, én is köszönöm szépen a meghívást a mai rendezvényre, és hadd kezdjem én is egy személyes élménnyel. Amikor Richard decemberben felkért, hogy én legyek most itt és beszéljek a könyvről, akkor így elsőre így nagyon meglepődtem. Na, az még, hogy Richard könyvet ír, ez önmagában nem meglepő, mert az államszervezetnek, illetve a közéletnek egy jó ismert alakja. Amikor elkezdte sorolni a ma bemutató művek könyveit, akkor nekem eltartott egy kis ideig, amíg rájöttem, hogy nem a hét törpét kezdi el mondani, hanem ezek a könyveknek a címei. És amikor megkaptam a Vért című könyvet, akkor is először azt hittem, hogy a folyékony kötőszövet tárgy esetére gondol, tehát hogy vért akar látni vagy adni. Utána jöttem rá, és most ez a... mert én csak a kéziratot olvastam, tehát a grafikában most itt rájöttem, hogy tulajdonképpen a páncélról van szó. És azon kezdtem el gondolkozni, hogy vajon páncél-e az államszervezet, az államfő, ahogy azt a szerző írja. A meglepetésem az azért volt különösen nagy, mert a Richard részvételében is olyan hosszú éveken át így 5-6-an összeültünk beszélgetni ilyen kérdésekről. Minket iszonyúan érdekel az a történet, hogy az elnökválasztás módjától elkezdve a büntetőjogi felelősségen át egyes történeti kérdések megvitatásáig, de rajtunk kívül senkit. Tehát mi nagyon jól éreztük magunkat, de azt, hogy hogyan lehet egy közéleti kérdést csinálni egy alapvetően száraz, országosan 20-30 embert maximum érdeklő témából. Úgyhogy én ebben a bemutatóban erre szeretnék kitérni, és nem beszéltünk össze Imrével, de én is az előszóból indulnék ki, a kánoáni asszony, illetve a kapernaumi százados hitéből. Az előszó az evangéliumi példákban a hit, az nyilván az üdvösséghez kellett. Az államszervezet az üdvösséget nem tud adni, de meggyőződésem, hogy az államszervezethez is kell hit. Mire gondolok? A kérdés az, hogy egy állammal kiben bízunk és kiben nem bízunk. És ez folyamatosan változik. 500 évvel ezelőtt mondjuk bíztunk a királyban, mert ő Isten kegyelmében uralkodik, igazságos Mátyás király, az csak jó lehet, és a lényeg az, hogy a király bölcs, és mi nyugodtan rábízhatjuk magunkat. Utána a 18. század végétől kezdve arra jöttünk rá, hogy hát a királyban annyira mégsem lehet bízni, bízunk a parlamentben. A parlament a népet képviseli, az a tuti
a nép az megbolygó. Aztán ez Európában a, mondjuk a 20. században, főleg világháború környékén arra jöttünk rá, hogy a parlamentben sem lehet bízni, akkor elkezdtünk bízni alkotmánybíróságokban, akkor utána az alkotmánybíróságokban is sem bízunk már, és akkor mindig éppen egy aktuális személyt vagy szervezetet keresünk, akiben bízunk, akiben hiszünk, és ez lehet egy korrupció ellenes főügyész, egy nemzetközi államalakulat, bármi lehet. A lényeg, hogy abban vetjük a hitünket, mert abban reméljük a boldogságunkat. És ezt, ha így történelmi távlatból nézzük, ez látható, hogy üdvözítő rendszer az nincsen. Nem tudunk egy olyan, a legnagyobb jó szándékkal, a szaktudással sem tudunk összeállítani egy olyan páncélt, amelyik megvédene minden visszaéléstől, minden támadástól, minden korrupciótól, és biztos, hogy a Kánaánt hozná el a földre. Ilyen nem létezik. Ilyenkor nagy a kísértés, hogy arra gondoljunk, hogy hát akkor dobjuk ki az egészet. Mi szükség van rá? Itt a jogászok elbűvészkednek varázsszavakat dobálózva arról, hogy milyen is legyen az állam, de hát látszik, hogy nem tudják jól megcsinálni. És igazából az államszervezeti szabályok, az, hogy a politikai rendszer hogyan működik, ebben, amit az alkotmányról adni tud, az a hardware, hogy hogyan működjön, pontosabban, hogy milyen elemekből álljon ez az intézmény, de a szoftver rész az már a politikai dolga, hogy ezt hogyan működtetik. És hogyha azt látjuk, hogy egy program rosszul fut, akkor az nem biztos, hogy a hardware-nek a hibája. Lehet, hogy tökéletes a keret, csak éppen a program, amit futtatnak rajta, az rossz. Hogy egyetlen egy történelmi példával illusztráljam, az 1920-as években a weimari alkotmányról azt gondolták, hogy ez egy nagyon jó alkotmány, ez működik, helyre tette a háború utáni német gazdaságot, és a gazdasági válságot is túlélte. Aztán ugyanaz az alkotmány rossz kezekbe került, és láttuk, hogy mi lett a vége. Nagyon fontos szerepe van annak, hogy mi a hardware, de nem lehet sem isteníteni, sem azt mondani, hogy ez teljesen fölösleges, a helyén kell kezelni. És ezt mutatja be a szerzőnek a könyve. A legfontosabb következtetése úgy érzem, hogy az, hogy az államszervezet sem egy bebetonozott struktúra, amiben nincsen eltérés. Ezt láthatjuk, hogy folyamatosan változnak az, hogy éppen hol vannak a súlypontok, és ez a társadalommal együtt alakul, egy organikus fejlődésen megy keresztül. Láthatjuk azt is Európában is, hogy vannak olyan országok, amelyek egy erős elnöki rendszerből inkább parlamentarizmus felé haladnak, vannak országok, amelyek parlamentarizmus rendszerből inkább elnöki rendszer felé haladnak, vannak országok, ahol fogalmunk nincs, hogy merre haladnak, és úgy gondoljuk, hogy talán valaki nem biztos, tehát ez mind-mind ilyen. Ezekben a kérdésekben nyújt eligazítást ez a könyv. A szerzőnek nagyon, én személy szerint nagyon kedvelem ezt a ironikus, szarkasztikus stílusát, amivel hozzáfog, erre gyakran szükség is van, mert például amikor a 19. érvét olvashatjuk arról, hogy miért az államfő az állam feje, akkor az emberi hajlamos elveszteni a fonalat. Viszont, hogyha egy-egy ilyen történelmi esemény, vagy egy-egy ilyen kis kiszólás a szikár alkotmányi sorok között, az visszarázza az embert ebbe a gondolkodásmódba. A könyv az megnyit klasszikus kérdéseket, hát ez az államszervezettel foglalkozók éjszakában nyúlóan tudnak vitatkozni arról, hogy egy köztársasági elnököt hogy kell például megválasztani, erre vannak pró és kontraérvek, vagy éppen az, hogy az ilyen besorolási kérdéseknél mi a végrehajtó hatalom, mi nem a végrehajtó hatalom, de ezek
szerintem is eléggé száraz kérdések. Ezekben a kérdésekben a szerző bátran állást foglal. Lehet ezekkel egyetérteni és nem egyetérteni, de ez nem kritikaképpen mondom, hogyha mindennel egyetértenénk, ami a könyvben van, az azt jelenteni, hogy a szerző unalmas dolgokat vetett fel. Az, hogy helye van vitának, az azt jelzi, hogy ezek a kérdések ezek továbbra is aktuálisak. Összegezve tehát én azt gondolom a könyvről, hogy ez egy nagyon hasznos olvasmány, nem csupán azok számára, akik az államszervezetet kívánják jobban megismerni, hanem a tágabb közvélemény számára is, mert ezeknek a kérdéseknek a fontosságát és súlyát azt közel hozza az olvasóhoz, és lehet belőle látni, hogy egyáltalán miért kell ezzel foglalkozni. És visszakanyarodva az előszóhoz, ezzel még önmagában nem teremtünk sem hitet, sem pedig egy olyan államszervezetet, amiben biztosak lehetünk, hogy ez nem fut lyukra, de mindenképpen egy eligazítást ad az államszervezet vezetőjének. Köszönöm. Köszönjük szépen Csink Lorentnak. A címekre esküszöm, hogy vissza fogunk térni majd, hogyha befejeztük a könyvbemutatót, azt azért még gyorsan elmondom, hogy a Richard címadásai azok tényleg zseniálisak, ugye nálam most már 10 évet tart lassan a műsor folyamod, és többféle műsor volt, de mindegyiknek uma vége, és a szerkesztőségnek azok ez ilyen nagy pillanatai voltak, amikor címet kerestünk a Richard műsorának, és az volt a lényeg, hogy legyen, és ott a minimum, maximum, skandalum, minden eszünkbe jutott, és nagyon élveztük ezeket a perceket, úgyhogy nem úszod meg Richard, hogy elmondd, hogy miért ezek a könyvei címei. A legfrissebb a sorozatból a Mérv című kötet, amit Szék János fog mindjárt bemutatni, de előtte H.G.M. Imre ebből is olvas egy kis részletet. A mi urunk abban a korban élte földön, amikor ugyancsak súlyosan hömpölygött a történelem. Élesek és békétlenek voltak a közviták, népek népekkel egymás ellen gyűltek, bűnösök és jók egyként keserültek, és mégis kevés forrás van arról, hogy akár csak távolibb közéleti kérdésekben közvetlenül megnyilvánult volna. Tanítása a szeretetről, a megbocsátásról tanúskodott, dicsőséggel és fényesen. Az örök lét örök csodájáról, és nem volt személyválogató a gyógyításaiban sem, életpéldája az igazságé, áldozata az egész emberiségé, legyen bármilyen pillanatnyi politikai állapotban is a világ mindenkor. Adjátok meg, vagyis vissza a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az istené, reagált az adófizetést firtató fondorlatos kísértésre, és Pilátus előtt kijelentette, az én országom nem ebből a világból való. Az előbbi bölcs mondatot Máténál olvassuk a 22. fejezet 21. versében, az utóbbi szent szentenciát pedig Jánosnál találjuk a 18. fejezet 36. versében. Ebben a könyvben éppenséggel e világi országokról lesz szó, általában demokráciákról, jókról, rosszakról, és államfőkről, tévedőkről, elbukókról, gyarlókról, halandókról, halhatatlanokról. Olyanokról, akik még a földön jártak, szemüket az égre is vetették. Ítéletet nem mond felettük-e könyv, legyen nekik is bírájuk, és beteljesült reményük, az ég. Tehát a 2019-es Mérv című kötetet most Szék János mutatja meg. Én is köszönöm a meghívást, üdvözlöm az egybegyülteket. Meg kell vallanom, hogy kicsit riadtan kezdtem olvasni a könyvet, ugyanis egy nagyon finom, nagyon okos, nagyon részletes jogelméleti fejtegetéssel kezdődik, amihez én sajnos abszolút nem értek Kelsen alapján. De már is van egy, már az elején pár oldalon belül az ember beleütközik egy olyan fogalomba, amit a későbbiek nyomán jobban értékel, ez pedig a normativitás. Az egész könyv az az államfőváltásokról, az új államfő belépésének pillanatáról szól világméretű kitekintésben, ami önmagában nem lenne érdekes, holott valójában nagyon izgalmas téma. Engem a világjárók sorozat, a gondolat világjárók sorozatának vagy kötetére emlékeztetett, hogy milyen rengetegféle megoldás van a világban, nem a jó, de a
körülményekhez képest legjobb államnak a megvalósítására. Most mi ebből a szempontból a jó állam, vagy az állam jóságának a skálája, mit jelent ez? És ebben fontos a normativitás szó, tudnélik, ha elolvassuk, akkor nem arról van szó, hogy a köztársaság az jobb, mint a monarchia, sőt. Nem arról van szó, hogy a demokrácia az egyetlen lehetséges államalakulat, még arról sincs szó, hogy a liberális demokrácia az a fejlődés csúcsa, hanem arról van szó, hogy rengetegféle kombináció van a világban, monarchiák, akár muszlim államok, szultanátusok, nemzetségi szervezetek, ahol valamiféle törekvés érvényesül arra, hogy az egyes társadalmak azok minél gördülékenyebben, minél kevesebb vérrel együtt tudjanak működni, minél kevesebb, hát ez a történelem során nem mindig sikerült, és ebben nagyon fontos fogalom a normativitás, amit a könyv elolvasása után ajánlunk a figyelmükbe. De azért rögtön az elején kaptam némi biztatást, ami nekem nagyon a szívemhez szólt. A szerző még nem az államfőkről ír, hanem a bírói függetlenségről, ahol azt mondja, hogy nem racionális megfontolás, okos tervezés hozta létre, hanem az idők és tapasztalatok történelmi felhalmozásával formálódott véglegessé, amiként arról mások mellett Scruton értekezik meggyőzőnek, most Edwin Scrutonról van szó, ez ilyen konzervatív és nekem nagyon kedves megfogalmazás. Rengeteg hallgatólagos egyesség és felhalmozott autoritás egyesül. Ami szerintem a jó államnak a lényege, hogy szervesen jön létre, ezt nagyon nehéz megragadni, tehát hogy évszázadok során rengeteg vitával, esetenként háborúval, összecsapással, áldozattal, de szervesen próba-hiba alapon és nem megtervezve jön létre, ami nagyon, nagyon is ütközik a magyar valósággal, amiről itt Bozóki tanár úr beszélt az előbb, Kozák Mártont idézve, hogy a magyar valóságra szerintem az nyomja rá a bélyegét, hogy abban az alkotmányos berendezkedésben, ami 89-ben létrejött, abban semmiféle szervesség nincs, az egy ilyen tervezési hübrisz eredménye. Úgy gondolták az alapító atyák, hogy meg lehet tervezni egy jó államot, és hát a dolog természeténől fogva ez nem sikerült. Most ehhez ragaszkodnak hogy mi is ennek a neve? A sunk cost fallacy, mi a magyar neve? A elsüllyedt költség tévedés elvének alapján az ember ragaszkodik a múltbeli rossz döntéseihez, mert különféle okokból, de sokkal erősebb, mint a valóságnak, vagy a saját hibáknak a beismerése. Amikor tovább megyünk, azért nagyon sokkal kalandosabb részekben ütközünk, és nekem is rögtön megtetszett, nem csak itt a szerzőnek a csontszáraz humora, ez a, hogy mondjam, a hideg és emelkedett irónia, amiben például a magyar nacionalizmusnak egy mostanában fölmelegített alaptételét emlegeti, hogy mi voltunk az elsők Európában, akiknek aranybullánk volt. Na most, tehát ez önmagában nem jelent semmit, de ilyen aranybulla természetű oklevelünk, még csak nem is másodikak voltunk a magunkartól után, amiről én nem tudtam, az a
leoni királyságnak a megfelelő szabályzat, ami szintén megelőzött. Erről azt írja a szerző, hogy a magyar aranybulla akkor is dobogós marad, ha a hispániai második helyezetről egyszer a magyar történetírás is hivatalos tudomást szerez. És a tényt a magyar közvélemény is tudomásul veszi. Tehát ez a, amellett a ilyen finom oldalvágás a magyar sport és olimpia és sportkultuszhoz. Most, ami a lényeg a következőben, a könyv tulajdonképpen az államfő váltásról szól. Nagyon érdekes, tehát részint az angol, illetve brit és az európai monarchiák, azaz királyságoknak a trónutódlásáról, részint az Európán kívüli monarchiáknak a hogyan próbálják, hogyan igyekszenek és történelmileg milyen receptek alapján iktatják be az új államfőket, ami Magyarországról nézve nagyon távolinak rémlik, pedig, hogyha elolvassuk a könyvet, kiderül, hogy ez teljesen, ez a természetes, tehát a egésznek a, főleg az első fele, nem, sőt a többi része is felfogható, úgy, mint a monarchia kísérete, de is szögezi Szent Péteri Nagyvárt, hogy a parlamentáris kormányformához a monarchikus államforma illik a leginkább. Ez innen nézve, ahol mindenki republikanizmussal fekszik és kell, eléggé megfökkentő dolog, de ha megnézzük, akkor a világ legdemokratikusabb országai, azok történetesen monarchiák. Ezek az észak-nyugat-európai országok, és ebben van valamiféle összefüggés. Ami nincs a könyvben, ez nyilvánvalóan azért nincs, mert akkor nem 500 oldal lenne, hanem 1000, ez az amerikai államfőváltás, ami nekem kedvenc témám volna, de hát nem fér bele egyszerűen. Annyit megjegyeznék, hogy nagyon tanulságos ebből a szemszögből az amerikai elnökségnek a története, ami tulajdonképpen az elnök, mint a végrehajtó hatalom feje és az, a többi hatalmaják folytatólagos harcának a története. Van egy ilyen fogalom az amerikai politika történelmében, hogy császári elnökség, imperial presidency, ami azt jelzi, hogy van valamiféle szükséglet, tehát amikor az alapító atyák ezt a remek konstrukciót létrehozták, akkor érzékelték a szükségletét annak, hogy kell azért egy uralkodó, kell egy, ha nem is koronázott, de kell valami királyféleség, és ez lett volna az elnök, erre egyébként a John Lukács is rámutatt az amerikai berendezkedés eredetéről szóló gondolatmenetében. Nagyon, hát nem azt mondom, hogy sajnos nagyon izgalmasnak tartanám a Szent Péteri Nagyvárt elemezni az amerikai államfőség történetét és viszontagságait ebből a szempontból. Nagyon izgalmas a könyvnek a harmadik negyedében a latin-amerikai államfőváltások története. Tudni, ezek az ottani alkotmányok, azok nagyjából az elég erősen az Egyesült Államok alkotmányának átvételei, de a nehezen megragadható gazdasági, kulturális hagyományok, azok valami egészen furcsa változatokat csináltak ebből az amerikai modellből. Egyébként köszönöm szépen, én is idézve vagyok ebben a részben az argentinai
egyik szörnyű állam, argentin államfőügyében, majd ha lesz ennek egy új kiadása, akkor majd mondok valamit, mert én is elrontottam valamit abban a részben. Illetve nem tudtam akkor még, csak magam biztosan mondtam valami nagyon okosat, de aztán kiderült, hogy nem volt igaza. Ami magyar szemszögből rendkívül érdekes, és ami megint csak nagyon a szívemből szól. Tessék? Ja, ami is megint csak nagyon a szívemből szól, az a nem, az a utolsó rész, ahol a magyar államfő látásokról ír a szerző, egy mondhatni szenvedélyes és szatirikus tanulmány, esszé 1849. április 14-éről, amikor kiadták a függetlenségi nyilatkozatot és megfosztották trónjától a Habsburg házat. Ezt ma azt mondta az egyik szemtanú, hogy tömegtüntetés volt inkább, mint parlamenti ülés Debrecenben, ami gyakorlatilag Kossuth Lajosnak a legitimitást és alkotmányosságot nélkülöző államcsínje volt. Nem fogalkodik a szerző Kossuth-i világosszakkal. A nagyon egyébként az kimarad belőle, csak úgy megjegyzem, hogy tehát az egész berendezkedés, amit április 14-én, 49. április 14-én létrehoztak, az illegitim és érvénytelen volt. Ezt se a nacionalista, se a baloldali történetírás nem említi. Másik az, hogy a könyvben ki van fejtve, hogy tulajdonképpen Kossuthnak valószínűleg az amerikai elnöki berendezkedés lebegett a szeme előtt. Azért hozzáfűzném a következetességére, mármint Kossuthnak a következetességére jellemzően, hogy 4 hónappal később behívta az oroszokat. Tehát megfordult a fejében, hogy egy románt hív meg a magyar trónra, az annyira Habsburg ellenes volt, ami hát nem egy történelmi dicsőség. És zárásként nem, szóval nem nincsen a 89-90 utáni bonyodalmakról szó, de nagyon finom, nagyon részletes elemzését kapjuk annak, hogy hogyan jött létre 1946-ban a Magyar Köztársaság, ami gyakorlatilag mostanáig meghatározza a közjogi és berendezkedésünket és intézményi gondolkodásunkat. Engem nagyon emlékeztetett az előbb emlegetett 89-es felállása, amikor ugye egyes részvevők, tehát a részvevők úgy gondolták, hogy most megterveznek valamit, megalkotnak valamit. Valójában ugyanúgy különféle pillanatnyi érdekek, ideológia, foszlányok, vágyak, stb. Szinte véletlenszerű eredőjéből jött létre az a fajta köztársasági rendszer 46-ra, ami aztán, amint 89-ben az úgynevezett harmadik köztársaság. Na most nagyon tanulságos, hogy nem szabad, nem ajánlatos tervezni, és ha belegondolom, semmi esélye nincsen, meg lepen nagyon kevés esélye van, de hogyha az emberek elolvasnák a történelemkönyvet, akkor azért
jobban ragaszkodnának a hagyományhoz. 45-46-ban teljes hagyományváltás volt, a könyvben meg a szerző megkülönböztetni a politikai alkotmányosságot, a jogi alkotmányosságtól. És ez 89 után teljesen összemosódott a kettő, tehát ez volt az egyik nagy baj az új rendszernek. Nagyon jó volna, hogyha megmondanak, hogy minek van Magyarországon szó szerint ilyen ezer éves hagyománya, vagy legalábbis több évszázados hagyománya, hogyan gondolkoznak, milyen értékek, milyen normák szerint gondolkoznak az emberek a politikáról. Ezt nem lehet egy napról a másikra tervezéssel megszüntetni. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Széki Jánosnak, hogy bemutatta a Mérv című könyvet, és azt is, hogy kiadta a feladatot Richardnak, hogy mi legyen a következő téma, amit meg kell majd írnia. És Richard, tényleg nem úszod meg. Itt az idő, hogy megmagyarázd a címadásokat. Köszönöm szépen, lehet hallani. Először megköszönöm az összes megszólalónak ezt a kedvességet, nagyon értő, professzionális és kedves bemutatása voltak ezeknek a könyveknek. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen a közönségnek, hogy ezt így türelemmel végighallgatott, végülis három könyv bemutatását bírtuk ki, köszönjük szépen. Hát a tulajdonképpen játék a szavakkal végül is, ezek tréfás szavak. Hát a Bérc alapötlete az volt, hogy Berzsenyinek van egy verse, ami szerint a Bérc az volt éppen a magyar alkotmány, és mindenki, ezt többször alkalmaztam már, mindenki, aki erről ír, az volt éppen ez a Bérc a hegy lábához helyezi le azt, amit ír erről, mert tulajdonképpen hát tiszteleg az ezer éves, ha tetszik, magyar alkotmány, vagy bárki, aki közügyi kérdésekben ír bármit is. A Vért az valóban azt jelenti, hogy hallottuk Csintóránt, barátomtól, kollégámtól. A Mérv, Viktor is egy régi szó, a Vértben sokat idézett Asbóth János egyik kitűnő előzményünk, példaképünk, 19. század végi konzervatív gondolkodó szerette használni ezt a szót. Itt azt jelenti voltaképp, hogy az államfőnek nem egyfajta ellensúlynak kell lennie, különösen egy parlamentáris rendszerben, nem akarok hosszan merre beszélni, és nem is motorjának, ugye a kormányzás motorjának, hanem valamiképpen a kettő között valamiképpen egyfajta tényezőnek, egy mérvadónak, egy mértékadónak, valakinek lennie kell, tehát valahogy, hogy lennie kell valakinek, hogy úgy mondjam. Ugye hát nem kell utalni, hogy mely államfőkre nem mondhatjuk azt, hogy nem valakik, nem mérvadók, nem tényezők. Ezért gondoltam ezeket a címeket adni, de az alcímek azért megmagyarázzák a dolgot. Már én sem emlékszem, hogy melyik, de a Bércnek az a címe, hogy a jogorogom útjai. A Vértnek az az alcíme, hogy a parlamenti kormányzás, és a Mérvnek pedig az a címe, hogy az alkotmányos államfő. Tehát itt is az alcímek adnak igazán tájékoztatást arról, hogy a kötetek miről szólnak. Köszönjük szépen, hogy itt voltak, és kérjük, hogy cáfoljanak rá Csinkórántra, aki azt gondolt, hogy az alkotmányosság, a parlamentarizmus az csak néhány embert érdekel. Én azt gondolom, hogy ez mindenkit kell, hogy érdekeljen. Talán, hogy ebben az országban élünk, ahol ez különösen izgalmas. Nem tudom, hogy van esetleg kérdés akár Richardhoz, akár bármelyik résztvevőhöz. Talán lenne egy igen. Köszönjük. Én csak egy szerény és halvány reményt szeretnék kifejezni arra, hogy ha lesz második kiadása a Vértnek, akkor a kiadó nem fogja elmulasztani a felkiáltó jelet oda tenni. Köszönjük szépen még egyszer. A bemutatónak akkor most itt a vége, és szerintem a Richard dedikálja a könyveket, hogyha van elég. Ez még is mégis csak egy könyves magam vagyunk, hogyha valaki kíván vásárolni könyvet, akkor mondani. Szeretném megköszönni a kiadónak, a Nora Aligrónak, hogy kiadta ezeket a köteteket. Szeretném megköszönni az íróboltjának, hogy teret biztosított számunkra ehhez a diskurzushoz, ezekről a könyvekről. Megköszönöm a résztvevőknek a kedves és értő szavakat. Megköszönöm a családomnak, hogy kibírta a könyvalkotás problémáit és nehézségeit, és köszönöm szépen az együttéknek, hogy ilyen szép számban megjelentek, és ilyen türelemmel végighallgatták ezt a könyvemutatót. Köszönjük, hogy eljöttek. Viszontlátásra!